Szöges ellentéteknek kellett együtt dolgozniuk a konyhafőnök VIP-ban. Nádai Anikó és Soma mamagésa között hatalmas volt a feszültség, így odaszólogattak egymásnak. Nem mentes a konfliktusoktól az Etl Klub konyhafőnök VIP című műsora. Nádai Anikó és Soma mamagésa jó néhányszor beszólt egymásnak a főző műsorban, a feszültség pedig egyre csak fokozódott közöttük, amikor a csütörtöki adásban párban kellett dolgozniuk. Amikor Soma mamagésa megtudta, hogy a műsorvezetőnővel kell együtt dolgoznia, átfutott az agyán, hogy szívesebben dolgozna inkább mással, hiszen szerinte Anikó nem éppen mondható egy konyha tündérnek. Nádai Anikó a Borsnak mesélt a Somával való kínos konfliktus helyzetről, ilyen típus vagyok, nagyon megélem a pillanatokat, így a versenyhelyzeteket is. De visszagondolva úgy látom, nagyon is kiegészítettük egymást Somával annak ellenére is, hogy akkor, ott, nagyon idegesített a lassúsága, és úgy éreztem, helyette is aggódnom kell, mondta a Borsnak Nádai Anikó, aki jobban örült volna, ha mással kerül párba. A Való Világ negyedik szériájának szereplője azonban rájött, hogy Somának igaza volt, valljuk be, igaza volt. Nem gondolom, hogy óriási konyhatündér lennék. Vannak hiányosságaim, ellenben nagyon sokat készültem a műsor előtt, ami a javamra írandó. Egyébként pedig megszoktam Soma beszólásait. Nagyon megosztó személyiség, de ha az ember elfogadja őt, rájön, hogy végtelenül szórakoztató jellem, mondta Anikó. Somával egyébként nincsenek haragban.